Köszöntöm nézőinket! Öt téma mai sportműsorban. Először asztali tenisz. Egy IPA pályázaton nyert támogatást az Entai és a Szegedi Asztali Tenisz Klub közös projektje az Inter Pingpong. A klubok célja a sportág népszerűsítése. A hétvégén ennek kapcsán nyílt napot tartottak Zentán, és női szuperliga mérkőzést is játszottak. 12 órás nyílt nappal vette kezdetét az Entai és a Szegedi Asztali Tenisz Klub rendezvénysorozata, amelynek programjait két éven keresztül valósítja meg a két szervezet Zentán és Szegeden. A Szegedi Asztali Tenisz Klubbal közösen megpályáztunk egy Európai Uniós projektumot, mert úgy gondoljuk, hogy ez a jövő útja. Mind többet hallani arról, hogy a klubok önállósuljanak, stb. Ez nagyon nehezen fog menni. Egyedüli kitörési lehetőséget az Európai Uniós pályázatokban látjuk. Sikerült egy hosszú, egy több mint egy éves komoly munkát ez az egész pályázat mögött, és úgy látszik, hogy beérett az eredmény ennek a mai napon, és elindítottuk ezt a sorozatot. Azt szeretnénk, hogyha az asztali tenisszel, de nem csak az asztali tenisszel, egyébként példát szeretnénk mutatni a többi sportklubnak is, hogy van lehetőség Európa felé menni. Ezen belül mi az asztali teniszt szeretnénk népszerűsíteni, minél többen kapcsolódjanak be ebbe a programba, nem csak versenyszerűen, akár rekreációs célokkal, akár a fogyatékos emberek, tehát mindenki találja meg a helyét a mi asztali tenisz klubunkba és a hasonló klubokba. Rendezünk egy fogyatékelő sportnapot, ahol nem csak a kerekesszékes versenyzők, hanem transzplantáltak, hallássérültek gyakorlatilag egy nap keretében tudnak bemutatkozni, egyrészt a nagy közönség számára, másrészt pedig ők együtt tudnak egy jót sportolni, pingpongozni. A másik program, ami szintén csak Szegeden lesz, az egy egészségszimpózium, aminek az a lényege, hogy bemutatni azt, hogy az asztali tenisz sportágnak milyen élettani hatásai, kedvező élettani hatásai vannak általában az emberek számára. Tehát miért érdemes mondjuk szabadidőben is az asztali teniszt választani sportolási lehetőségként. Ez mondjuk nem egy új dolog a mi szempontunkból, mert tavaly a Szegedi Egyetemmel egy éves program keretében végeztünk egy vizsgálatot, illetve mi voltunk, akik együttműködtünk velük, és ezeknek az eredményét fogja bemutatni majd ez a szimpózium. A projektnyitó sajtótájékoztatót követően az Entai és a Szegedi asztali teniszező fiúk játszottak barátságos mérkőzéseket, először párosban, majd egyéniben. A két páros játékot a szegediek nyerték meg, de az egyéni játékban feljöttek az entaiak, így a végeredmény 6-4 lett a hazai csapat javára. A Sóti Misivel játszottuk a párost. Mi nem nagyon voltunk bemelegedve, kicsit rosszul kezdtük az első szedben. Elég lámpalázasan játszottunk, aztán második, harmadik szedben már sikerült szorossá tenni a mérkőzést, de sajnos a szegediek jobbak voltak tőlünk is, 3-0-ra nyertek. Azután játszottál egyénit is, az hogy sikerült? Hát az egyénire már sikerült jobban belemelegednem, még jobban föl is szabadultam. Az első szett egy szoros volt, aztán szépen elengedte a kezemet, és a második, harmadik szedben már minden jó ment, és egy jó mérkőzés játszottunk. Ezen kívül szoktatok-e a szegediekkel játszani, hogy volt-e már rá alkalom? Hát pár alkalommal át szoktak ők jönni hozzánk Zentára, és sajnos kevésbé járunk át. Nagyon jó edzéseket játszunk velük, nekünk is jó olyan, mert sokat játszunk lányokkal, és fiúk ellen persze jobb a játék, és jobbak az edzések, úgyhogy szeretettel várjuk mi is ezen túl is őket, meg remélem mi is átjutunk legközelebb. Lele Viktor volt a csapattársam, és játszottunk páros mérkőzést, és 3-2-re tudtunk nyerni, elég izgalmas volt a csata, de hát ugye a barátságos szellem az ott volt, úgyhogy próbáltunk elég szép labdameneteket játszani, több-kevesebb sikerre. És már egyénit is játszottál, az hogy sikerült? Igen, 2-0-as hátrányban voltam, aztán úgy gondoltam, hogy a közönségnek is jó lenne egy szoros csatát látni, és följöttem 2-2-re, de ott sajnos elvéreztem, 11-8-ra kaptam ki a döntőszedben. És milyenek az ellenfelek? Milyenek az ellenfelek? Körülbelül egy szintű csapat velünk, nagyon szépen játszanak, iskolázottak, úgyhogy nagyon jó partnerek ebben a bemutató mérkőzésben. Ti egyébként Szegeden hol játszatok, milyen ligában vagy milyen bajnokságban? A magyar másodosztályban játszunk, ott úgy hívják, hogy NB1, az első osztály az Extra Liga. Körülbelül 2-3 éve vagyunk már stabilan az NB1-es bajnokság keleti csoportjában, és ott a középmezőnyben helyezkedünk el jelenleg.
A fiúk a barátságos összecsapás után átadták a terepet a lányoknak, ugyanis az egyik asztalon a Zenta és a Topolya játszott Superliga mérkőzést. Az idei szezonban eddig veretlen Zenta játékosa, Maxuti Anetta most is hozta a formáját. Két meccset nyert 3-0-ra. A Zenta másik két játékosa, Tóth és Gyurcsik pedig 3-1-re verték meg ellenfeleiket. A végeredmény így 4-0 lett Zenta javára. Nem valami jó teljesítettem, lehetett volna jobb is, meg szorosabb is mindegyik. A Zentaiak mennyire erős ellenfelek? Hát a Zentaiak itt nekünk a legerősebbek, ő meg második, meg a Csóka. Számítottunk arra, hogy kikapunk, egy kicsit szorosabban, de elvégre jó ez is. Truzsinszki Viktoriától sokat többet vártam, hogy bár megszorítsa jobban a válogatott csapattársát, a Maxutit, de ezúttal látszik, hogy sokkal nagyobb kirobbanó formában van Maxuti Anetta, tehát, de azért biztam benne, hogy bár egy szettet, egy játszmát el fog csípni. A másik egy játékosra maximálisan elégedett vagyok, tehát egy-egy szettet játszmát nyertek, ezúttal csak ennyire volt a tudásunk beelégzéntel. Milyen volt a mai játékod, milyenek voltak az ellenfelek? Hát az ellenfél most elég jól játszott, de szerencsére ő is sokat rontott, így szóval nekem is szerencsém volt ezért, és hát az elején nem jó kezdtem, meg hát nem is folytattam valami jó, de a végére csak összehoztam, mivel ő is rontott, és így szerencsém volt nekem is. 4-0 után nem lehetek nem megelégedett. Hát egy rutinmeccs volt szerintem, picit többet vártam a Tuzsinszkitól, hát a harmadik kislánya az túl gyenge erre a ligára. A második pedig, hát az mi játékosunk, a Popov Bránka, kölcsönbe játszik a Topolyának, hát ő úgy, ahogy tudott küzdeni mi ellenünk, de mondom, előre is úgy mentünk bele, mivel ott is 4-0-ra nyertünk, hogy biztos nyerjük a meccset, na most az volt a kérdés, hogy szintén meg tudjuk ismételni a 4-0-át, vagy hogy esetleg valaki tud egy meccset vagy kettőt nyerni. A Superliga mérkőzés közben a másik asztalon, az első ligában a Zenta második csapata és a Smederevo mérte össze erejét. Az első három meccset a Zenta nyerte, a negyedik és ötödik játékot azonban a Smederevóiak hozták 3-2, illetve 3-0 arányban. Végül Vajnovic fölényes győzelmet aratott Karanovic felett, így a végeredmény 4-2 lett Zentának. Vegyesen játszottam, egyet nyertem, egyet veszítettem. Hogy mennyire vagyok elégedett, azt így lehetne taglalni, úgy is. Elégedett is vagyok, meg nem is. Mennyire erősek a Zentaiak? A Zentaiak eléggé erősek, mivel én szerintem dupla annyi idős vagyok, mint ők, legalábbis a második csapatuk, úgyhogy nagyon jó edzésben vannak a kislányok, vagy lányok, kisnagylányok, erősek, igen. A 12 órás nyílt nap végén amatőr játékosok is összemérhették tudásukat a női szuperligás és az első ligás versenyzőkkel. Az Inter Pingpong elnevezésű projekt legközelebbi programja Szegeden lesz, ahol asztalitenisz versenyt szerveznek felnőtt, utánpótlás, amatőr és kerekesszékes kategóriákban. A szabadkai Spartacus Asztalitenisz Klub folytatta győzelmi sorozatát a férfi szuperligában. Ezúttal a Versec együttesét múlták felül hazai pályán 4-1 arányban. A szabadkai Stefan Kostadinovics az első mérkőzésen magabiztosan hozta az első pontot. A Spartacus Versec párharc kulcspillanata az volt, amikor a második meccsen Takarics Robert 3-2-re, a mindent eldöntő ötödik szedben 13-11-es pontarányjal legyőzte a kellemetlen stílusú verseci Anusicsot. On je glavni krivac, što smo dobili meč. I drago mi je da je on sebe pobedio i protivnika i da je stvarno dobro igrao i u izvjesnom teškom meču. On je prelomio. Svim tim ekipnim mečima uvek se lomi na nečemu, on je to prelomio i rešili smo to u našu korist. Bilo je možda važno za njega, pošto je i protiv Partizana možda neke ključne utakmice tesno izgubio, a možda je to važno psihološki njemu. Jako važno, jako važno i shvatio je da to i u svakom sportu, pa i u životu. Prvo kad sebe pobediš, pobedit ćeš i protivnika. Denis Csónics mindkét meccsét simán nyerte 3-0-ra. Kostadinovic bukta el az egyetlen mérkőzést, de az összetett győzelmet nem fenyegette veszély. A Spartacus továbbra is ötödik, vagyis versenyben van a rájátszásért. Ebben az idényben arra összpontosítottunk, hogy hazai játékosokkal játszunk, ez sikerült is valamelyest, Takarics és Kostadinovic esetében Csónics itt van. Elhoztuk Csónicsot, mint harmadik játékost, ő húzza a szekeret, ahogy szokták mondani.
a bajnokság elején mi sem tudtuk pontosan, milyen erőt képviselünk, és mások is, és úgy terveztük, hogy bent maradjunk a ligába. Ez alapján már a bajnokság kezdetőt is felmértük úgy, hogy az sikerülni fog, de viszont köszönve a játékosok jó formájuknak, köszönve Garulics edző jó munkájának, jó eredményeket élünk el az idén az első szövetségi ligában. Az új asztali tenisz teremből egyenlőre hiányoznak a lelátók, a nézők székeken ülnek, de hamarosan ezt a problémát is megoldják. A terem minden más szempontból világszínvonalú. A gumiborítású padlót, az asztalokat, hálót, adogatógépet és minden más felszerelést az Európai Asztali Tenisz Unió, vagyis az ETTU biztosította. Ovo je predivan osjećaj, znači dečački san ili ovako svoj san uopšte što sam sanjao se sad ostvario i srce mi je preveliko i prepuno svaki put kad dođem u ovako jednu halu, znajući gde smo trenirali onom popularnom Golubarniku, sada treniramo jednoj ovako svetskoj hali, mogu to odgovorno da tvrdim da ovo je jedan svetski stomotenijski centar, zahvaljujući naravno Ministarstvu sporta s jedne strane i s druge strane Evropskoj stomotenijskoj uniji koja je kompletno učestvovala u opremanju ove hale, počeši od ovog poda, stagovog, stolova, mrežica, ringova i tako dalje. Szabadka 2009-ben és 2010-ben is vegyes páros Európa bajnokságot rendezett. Úgy volt, hogy az új terem már akkorra elkészül. Most, hogy az objektumot átadták, a város talán ismét megpályázhatja az esemény megrendezését. A Subotica ima šansu i samo je stvar do Subotice Stomatologije Saveza Srbije, kada se odluči, ona će dobiti jednu takvu organizaciju, Evropsko prvenstvo u miks dublovima. Ove godine, to jest prošle godine, bila u Istanbulu, Turskoj, čisto tako zbog eto, odluke neke iz Stomatologije Saveza Srbije i Evropske stomatologijske unije, da se malo ta lokacija pomeri iz, ajde kažemo, Srbije i Subotice same, ali kad god Subotica to poželi, ona može da dobije takvu jednu organizaciju ispred Evropske stomatologijske unije. Ali lično mislim i ispred Evropske stomatologijske unije i same Svetske stomatologijske federacije da recimo ovi uslovi koje sada raspolaže Subotica sa ovom jednom salom ovde gore sa 10 stolova i s onom dole salom gde možda stane 16 stolova, mi sigurno možemo da organizujemo bilo koje takmičenje slobodno na nivou, kažem, ajde evropskog, sem evropskog i svetskog seniorskog prvenstva. A Spartakusz 18 ponttal jelenleg az ötödik, a negyedik Partizánnak és a harmadik Kikindának ugyancsak ennyi pontja van, vagyis a rájátszás és akár a harmadik hely sem elérhetetlen. Igaz, a jövő hétvégén a szabadkaiak a listavezető Cirvena Zvezda otthonába látogatnak. Szerbiában javában zajlik a 10. kézilabda Európa-bajnokság. A magyar válogatott előbb bravúrosan legyőzte az olimpiai, világ- és Európa-bajnoki címvédő franciákat, és tovább jutott csoportjából, aztán pedig a középdöntőben kikapott Izlandtól. Mocsai Lajos szövetségi kapitányt telefonon értük utol. Magyarország második helyezettként jutott tovább a C csoportból, ahol legyőzték az olimpiai, világ- és Európa-bajnok franciákat. A francia mérkőzés az önmagáért beszél, az olimpiai világbajnok a csapat ellen nyerni egy magyar válogatottnak. Fantasztikus teljesítmény volt. Ez a három, az orosz, a nyilvánvalóan a spanyol és a francia mérkőzés együtt iszonyatos teher hárít erre a magyar csapatra, ahol azért a játékosok jelentős része kevesebb játékidőt játszik a nyugat-európai nagycsapatokban, illetve hát olyan kicsi az a teljesítőképes magunk, amelyre épül a válogatott, hogy ez a három mérkőzés valóban nagyon sokat kivett. A francia mérkőzésre büszkék lehetünk, mert az életünk egyik legnagyobb sportélmény volt. A csoportkörből a magyarok három pontot vittek magukkal a középdöntőbe, ahol első ellenfelük Izland válogatottja volt. A vasárnapi mérkőzésen Mocsai Lajos csapata 27-21-re kapott ki a szigetországiaktól. Lanuszka Balázs 3-4 hetet nem tudott edzeni a csapattal, mielőtt eljöttünk. Mocsai tanás a Flensburgba 10-15 perceket játszik maximum, tehát ez a három mérkőzés 4-5 nap alatt teljes terheléssel, mondhatnám a többi játékosokat is, borzasztóan fontos abban a szempontból, hogy a terhelhetőség és az edzhetőség különböző szinten jelentkezik a magyar válogatottnál. Erre a három mérkőzésre tudtunk kiemelkedő teljesítményt hozni, ahol pont a negyedik mérkőzésen érkezett. Ez az egyik magyarázata, de nem játszottunk
úgy, ahogy szerettük volna, ennek több oka vannak, vannak szakmai oka is, nem tudtuk ezt a védelmet túljátszani. A vereség révén sűrűbb lett a mezőny, de változatlanul él a remény, hogy akár az elődöntőbe is bejusson a magyar válogatott. A következő mérkőzést kedden este játsszák Szlovénia ellen. A magyarok középdöntőbeli utolsó ellenfele Horvátország lesz. Szerbia válogatottja 4 pontot vitt magával tovább a csoportkörből a hazai rendezésű kézilabda Európa-bajnokságon. A csapat Lengyelországot, Dániát és Szlovákiát megelőzve elsőként végzett az A csoportban. Szombat este a szerbek Németországgal döntetlent játszottak. Hétfőn Svédország, szerdán pedig Macedónia az ellenfél. A mindkét csoport két legjobb válogatottja jut majd az elődöntőbe, ahol már az érmekért folyik a küzdelem. A diáksportot a tartományi titkárság folyamatosan támogatja. Ezúttal Kishegyes község 3 településén, Kishegyesen, Szikicsen és Bács-Feketehegyen osztottak labdákat az iskoláknak. Az utóbbi időben sokat halljuk, hogy a 21. század gyerekei nem örülnek a hagyományos játékoknak. Ezt cáfolják azok az általános iskolás gyerekek, akik kézilabdát, kosárlabdát, röplabdát és focilabdát kaptak Kishegyesen, Szikicsen és Bács-Feketehegyen. Tornaórán is sűrűn focizunk, azt szeretjük a legjobban, amikor labdázhatunk. Hát mi fiúk így a focit szeretjük legjobban. Milyen labdajátékokat játszatok itt az iskolában? Hát focizunk, meg kosarazunk. Azt szeretünk. Hát így kézilabda, ott bolyka, néha kosárkázunk, iskola bajnokságok szoktak lenni. Csapatot összeválogatnak és játszunk. A Kishegyesi általános iskola igazgatója elmondta, minden adománynak nagyon örülnek és igyekeznek a gyerekek sporttevékenységét szélesíteni. A Kishegyes tehát Szerbiában az egyik legszegényebb község, ezért mi pályázatokból élünk. És éppen most pályáztunk az ifjúság és sport titkárságnál, és remélhetőleg egy-két héten belül a labdák mellett megérkezik majd egy ilyen fitness felszerelés is, amit itt a tornateremben fogunk felállítani. Ugyanúgy pályázatokból újítottuk föl a tornatermet, és ezeknek a labdáknak is azért örülünk, hiszen nagyon fontos a gyerekeknek a sportolási lehetősége. Mindhárom iskola 72 darab labdát kapott a tartományi sport és ifjúsági titkárságtól. 45 vajdasági önkormányzatnak juttattak még a labdákból. Ezeket a labdákat minden önkormányzatnak leosztottuk, attól függően, hogy az önkormányzaton belül hány iskola van, illetve iskola előtti intézmény, mivel ezek a labdák ezekre a sport célokra, elemiskolákra nagyon is megfelelnek. Tudjuk azt is, hogy az iskolákban a labda egy fogyóeszközt képez, meg azt is tudjuk, hogy az önkormányzatok sajnos nem rendelkeznek akkora anyagi lehetőségekkel, hogy állandóan pótolják, illetve felszereljék a tornatermeket, az iskolai termeket, így ez kapóra jött a dolog, hogy majdnem 14.500 labda le lett osztva a tartomány területén. Kishegyes község általános iskoláinak tornatermeit az elmúlt években felújították. Azóta több sporteszköz is érkezett a tanintézményekbe. Egyebek mellett bordásfal és velemás korlát. Kaptatok most labdákat. Örültök ennek? Hát ennek igen, mert lehet, mert a régebbi labdák már elég rossz állapotban voltak, és lehet rendesen játszani. Mit gondoltok, mennyire jön most jól nektek ez az adomány? Hát nagyon jól jön azért, mert egyrészt nagyon sokan is vagyunk, és több labdával többet bírunk gyakorolni, és nem kell mindig már a labdára várni is. Szóval nagyon jól jön. Hogy érzed, mekkora szükségetek volt ezekre a labdákra? Hát elég nagy, mert hogy most elég sűrűn focizunk meg minden, így elég elkotnak a labdák. Kishegyes polgármestere kiemelte. Az elmúlt években sokat költöttek arra, hogy javítsák a fiatalok sportolási lehetőségeit. Kishegyesen igyekszik az önkormányzat az, hogy az ifjúságnak biztosítani minél több teret, minél több sportolási lehetőséget. Ezt úgymond nagyon szépen ki is használják. Amit az elmúlt években sikerült megoldanunk, az iskolának a tornatermének a felújítása, a Kishegyes iskolának a tornatermének a felújítása, Kishegyesen röplabdapálya és teniszpálya is épült, ezzel szélesítve a sportolási lehetőségeket, és ezeket azóta az ifjúság, illetve az iskola nagyon szépen kihasználja. A fiatal korosztály számára fontos a rendszeres testedzés, a sportolás és a megfelelő mennyiségű és színvonalú iskolai testnevelés. Ezekben a vajdasági általános iskolákban a feltételek adottak, már csak ki kell ezeket használni. Sportegyesület alakult Oromhegyesen. A faluban 2 évvel ezelőtt megszűnt a labdarúgó klub, és ezzel teljesen leállt a sportélet.
A Zitzer Sportegyesület megalakulásával akár 3-4 sportággal is foglalkozhatnak mostantól az oromhegyesi fiatalok. Az alakuló közgyűlésen a megjelentek elfogadták a Zitzer Sportegyesület alapításáról szóló határozatot, az egyesület alapszabályát, majd megválasztották annak szerveit, testületeit. Mivel a tavaly elfogadott új sporttörvény lehetővé teszi, hogy a helyi közösség is alapítója lehessen a sportegyesületnek, a tanács úgy értékelte, itt az ideje feléleszteni a falu évek, illetve évtizedek óta pangó sportéletét. Labdarúgás most körülbelül 2 év óta nem nagyon van, de kézilabda, judo, ezek már régebb óta. Hát maga a kézilabda az egész pontosan, meg tudom mondani, 20 év óta nincsen. Na, a lényeg az, hogy sajnos a föltételeink nem voltak adottak. Emellett a hozzáállás sem volt olyan, hogy adottak legyenek a föltételek, és hála Istennek olyan helyi közösségi vezetőség állt fel az előző választáson, amelynek szívügye lett az, hogy ezt meg kell csinálnunk, még a mandátumunk alatt. Az Zitzer Sportegyesület a kézilabda és a futball újraindításával kezdi meg működését. Kezdetben csak a kézilabda, labdarúgás, van az első helyen, illetve a sportánc, de abban a pillanatban, hogyha lesz rá lehetőségünk, tehát megteremtjük a föltételeket, én szeretnénk bevezetni az asztali teniszt, teniszt és más sportágot a gyerekek érdeklődésétől függően. Meglévő sportlétesítményei korszerűsítését és újabb építését elsősorban pályázatok, valamint községi és tartományi támogatások útján igyekeznek megvalósítani. Következő évben folytatnánk a második fázissal, amikor a teniszpályát, illetve a lelátókat szeretnénk megvalósítani. Egy olyan pályát szeretnénk, illetve egy olyan központot szeretnénk létrehozni, amit később kis ráfordítással akár fedetté is tudjuk varázsolni. A sportközpont a tervek szerint a faluházzal szembeni üres telken épül, a teremsportokkal való foglalkozásoknak pedig az általános iskola tornatermében és a helyi közösség nagy termében tudnak helyet biztosítani. Az alapítók sokáig töprengtek a sportegyesület elnevezésén. Legendás oromhegyesi sportoló hiány a 90-es évek békemozgalmai során elhíresült Zitzer név mellett döntöttek. Mivel a településünket külföldön túlnyomó részt a 20 évvel ezelőtti háború ellenes megmozdulásról ismerik, ami az Zitzer klubban történt, hát akkor innen van az elnevezés. Az alapítók egyike maga is testnevelő tanár és a községi sportstratégia szellemében az iskolában már évek óta foglalkozik a kézilabda oktatásával. Ennek már is látszanak az első eredményei. A felsősökből kiváló fiú és lánycsapat jött létre, akikre komolyan számítanak az új sportegyesületen belül is. Vannak alsósaink is, másodikból, harmadikból is érkeznek gyerekek. Hát azt mondhatjuk, hogy itt Oromhegyesen körülbelül 30 gyerek jár folyamatosan edzésekre, aminek most már nagyon örülünk, mert szeretnénk kialakítani ugye egy utánpótlás csapatot is, és egy felnőtt csapatot is. Na most, ha ezek a nyolcadikosaink kimaradnak erről a volt szó a gyűlésen, hogy szeretnénk egy felnőtt csapatot is, és reméljük, hogy ezek a gyerekek utána, miután elvégezték ezt a nyolcadik osztályt, nem mennek el, hanem maradnak itt, és próbálkozások folynak a férjem is az én részemről, hogy maradjanak itt, és akkor tovább fejlesztjük őket, és végre itt a régióban megint csak lesz egy felnőtt csapat. A kézilabda és a foci mellett a fiatal pedagógus új sportágokkal is szeretné megismertetni az oromhegyesi gyerekeket. Szeretném a gyerekeket minél inkább beavatni a sportok és a rekreáció világába. Én szeretném még egy picit majd a táncoktatást, a torna oktatást fejleszteni, hiszen nagyon sok olyan gyerek van, akinek esetleg valamilyen mozgásszervi problémája van, gerincferdülés, lúdtalp, stb., ami utána az évek során problémát okoz neki. Tehát nagyon fontosnak tartom a zenésportokkal való foglalkozást is a jövőben. Az alakuló közgyűlés vendégei, dr. Josip Lepes, a Magyar Kanizsai polgármester, ifjúsági és sportügyi tanácsosa, Vödő Marianna, a Községi Sportszövetség titkára, valamint Rőrig Otto, a Horgosi Partizán kézilabdaklub elnöke és a Községi Tanács tagja, elismeréssel szóltak az Zitzer Sportegyesület megalakulásáról, és további támogatásukról biztosították az oromhegyesi sporttörekvéseket. Ennyi fért a mai sportműsorba. Jövő hétfőn, héttől ismét várjuk Önöket Sportlesre, viszontlátásra!